A tervezetben szerepel egy majdnem 800 millió forintos tartalék is, ami biztonságosá teszi Tolna működését, legyen szó fejlesztésekről, felújításokról vagy a település üzemeltetéséről. Városunk fő költségveti, költségvetésének összege, mérleg fő összege 3,1 milliárd forint lesz, ebből kettő. 2,4 milliárdot meghaladó a működési, és közel 700 millió forint a felhalmozási mérleg összegünk. Hát ez a felhalmozás, ez a fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazza. Az elmúlt évektől eltérően ezúttal minden sportegyesületnek képes megadni a vezetés támogatásokat, amelyek keretösszege 50%-kal több, mint az elmúlt évben volt. A civil szervezetek számára fenntartott keretek 25%-os növekedést tudhatnak magukénak. Mindig van egy folyószámla hitelkerete az önkormányzatunknak, erről idén januárban is döntöttünk, de ö, nem használjuk. Évek óta, állistennek Istennek, szerencsére nem kell hitelkerethez hozzányúlni, sőt, tavalyi évben is jelentős betétjei voltak az önkormányzatnak, igyekszünk hónapról hónapra a nem használt likvid pénzeszközöket lekötni. Döntöttek tovább a parkolók létesítéséről, ami a tervek szerint 50-nél is több új helyet jelent, utak kialakításáról és felújításáról, de fontos intézkedések születtek és indulhatnak meg a következőkben a település játszótereit érintő fejlesztések kapcsán is. A fő kritériumok, amiket szeretnénk játszótérfejlesztés tekintetében növelni az utcabútorok számát, tehát legyenek padok, szemetesek a játszótereinken, szülők, gyerekek számára, eh, ahol szükséges ott legyen kerítés, ez akár gépjármű forgalom, akár esetleg kisállatokkal szembeni védelmet tud nyújtani. A Tolnaműzsi Lovas Egyesület támogatásáról is határoztak, ami azért is igen fontos, mert itt rendezik majd meg októberben az országos fogadhajtóbajnokságot, amit egy vármegye tíz évente tehet meg.